könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy ne csak lássunk, hanem jól is lássunk. Ennek azért van jelentősége, mert az ingerek közel 90%-át a szemünkön keresztül érzékeljük. Ezt a tényt ismerve még fontosabb, hogy rendszeresen, évente legalább egy alkalommal ellenőrizzük látásunk minőségét. Maga a látás romlása az nem egyik pillanatra a másikra változik meg, hanem fokozatosan, lassan, hosszú idő alatt alakul ki. Ezért sokan nincsenek is tisztában, hogy az adott pillanatban a normálisnál mennyivel gyengében látnak. Mi ezt nap mint nap tapasztaljuk itt a vizsgálatok során, hogy az illető úgy gondolja, hogy ő tökéletesen lát, aztán a vizsgálatban kiderül, hogy hát egyáltalán nem lát tökéletesen. Nagyon fontos szerepe van a tisztán jó éleslátásnak azoknál, akik a forgalomban részt vesznek, majdnem mindenki közlekedik autóval. De akkor is fontos szerepe van, hogyha valaki adminisztratív munkát végez, mert egy-egy szám elírásával több százas vagy több milliós kárt is tud okozni a cégének vagy a vállalkozásának. Úgyhogy mi minden esetben arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy évente egyszer mindenki vegyen részt egy látásvizsgálaton. A felmérések szerint Magyarországon az emberek felének szüksége lenne valamilyen szemüvegre. Az ugyanakkor korántsem mindegy, hogyan erősítjük meg legfontosabb érzékszervünket. Sokan a gyorsaság és költséghatékonyság jegyében választanak szemüveget, arról azonban megfeledkezünk, hogy egy olcsó eszköz sokkal több kárt okozhat szemünkben. 10 emberből 7 embernek nem egyforma a két oldali dioptriája. Tehát most hiába vesz valaki meg mondjuk a drogériába egy szemüveget, aminek mindkét oldalában ugyanaz a dioptria van, hogyha az illetőnek pont nem erre van szüksége, és ezzel csak rontani fog a látásán. Illetve ami nagyon fontos még, hogy a drogériában lévő szemüveg, idézőben mondjuk, hogy szemüveg, mert az nem szemüveg, miért lehet jóval olcsóbb, mint mondjuk egy optikában vásárolt? Azért, mert abban nem szemüveglencse van, hanem egy nagyítólencse. Azért van az, hogy csak pluszos dioptriákat lehet találni a drogériákban, de ezekben sima, egyszerű nagyítólencse van, míg az optikákban lévő szemüvegben rendes dioptriás szemüveglencse kerül, és a kettő között azért óriási minőségbeli különbség van. A szemromlásának leggyakrabban genetikai okai vannak, nem külső tényezők is negatívan befolyásolhatják látásunk minőségét. Így például, ha túl sok időt töltünk a monitor előtt, vagy nem megfelelő fénynél olvasunk. A szakszerű szemanalízis egyik kevésbé ismert hasznos funkciója, hogy a szemfenék vizsgálata során olyan betegségek kezdetleges kialakulása is kiszűrhető, mint a cukor vagy a magas vérnyomás betegség.